egy hajdúsági férfi megölte azt a hány száz, majdnem 800 évvel ezelőtti táblaülést. Köszönöm szépen! Szép napot kívánok mindenkinek! Megtiszteltetés, hogy itt lehetek közöttetek, és egy világot, egy az én világomat, a múlt világát hagy mutassam meg nektek. Régen úgy fogalmaztam meg, hogy építettem magamnak egy világot, aminek az ajtaját azok előtt, és akkor nyitom ki, akik előtt én akarom. Eznek a világnak az ajtaját most kinyitom előttetek, és engedjétek meg, hogy elvigyelek benneteket ebbe a világba, a múlt világába. Mónus József vagyok, harci cél és távolíjász. Egy nagyon egyszerű ember, azt gondolom. 2008-ig Magyarországon sportíjászként önző módon gyűjtögettem a kis érmecskémet, és magamért harcoltam. Önző voltam. Ha volt olyan 53 hétvége egy év, akkor volt, mikor 57-szer álltam a dobogón, de mégis ezek a boldogságok, az akkori boldogságok, a győzelmek boldogságai egy idő után kevésnek bizonyultak. És ekkor egy másik világot kerestem. És ez a világ, aminek az ajtaját most kinyitom előttetek, erről a világról fogom szólni. Gyertek velem a múlt világába. Itt hagytam Magyarországot, és elindultam egy másik világba. Egyedül voltam, nem állt mellettem senki sem. Elindultam, hogy évente 6-7 világversenyen megmérkőzzek bárkivel a világon. A zászlón becsületéért. Elindultam, és építettem egy világot. Minden nap, amikor fölkelek és tehetem, akkor 500-at ülök. Ha versenyre megyek, akkor naponta 1000. 1000 azért, hogy legyen hitem, hogy eltalálhassam a célt. Tudjam, hogy ha megteszek mindent azért, hogy felkészüljek úgy, hogy kész vagyok egy versenyre, kész vagyok megmérkőzni bárki ellen a világon, akkor én már mindent megtettem, hogy bárki ellen kiállhassam. Tehát nyugodt a szívem. Minden íjat és minden nyílveszőt én magam készítek. Több mint 8000 nyílveszőt készítettem, és ezáltal van több mint 7 nyílveszőm a tegezemben, ami, vagy akik legyőznek mindenkit a világon. Minden nyílveszőmnek neve van. Minden nyílvessző valamire emlékeztet. A céljaim több száz méterre vannak, és általában embernagyságúak. Volt, amikor én is közelre lőttem. Olyan célok van, amit azt gondolom nagyon nehéz eltalálni a hit ereje nélkül. Nem számít, ha elbuksz harcban, ha ott
2008 óta több mint 10 000 harcossal mérkőztem meg. Azt gondolom, büszkén mondhatom, nem ismerek olyan harcos, akit ne tudnék legyőzni, vagy akinek megengedném azt, hogy legyőzzön bennünket a zászlón becsületéért. Harcolni a múlt tiszteletéért, harcolni a zászlón becsületéért, ha kell, életre halára is. Ez az én világom. Több mint 185-ször emeltem a magasba a győztes jogán a magyar zászlót, a dobogó legmagasabb fokán. Számomra ez az életem, és talán a halálom is. Kínától Mongóliáig, Törökországtól Amerikáig a fehér farkasnak hívnak. Farkasvadászoktól kaptam ezt a nevet, Mongólia földjén. Amit Zoli is beszélt, Jussikei tiszteletére egy távolversenyt rendeztek a Mongóliában, akkor Jussikei 1226-ban 503 métert lőtt. Kiraktak a rendezők egy táblát 510 méterre, lőj nagyobbat, ha tudsz. Ezen a versenyen a második helyzet 420 métert lőtt, 510 méteren volt egy tábla, hogy lőj nagyobbat, ha tudsz, és ekkor 653 métert lőttem. A múlt tiszteletért, a zászlón becsületért. Huszonnégy világrekordot lőttem, 4 világbajnoki címet, 4 eurázsi bajnoki címet, 12 heridék aranyélmet Amerikába, 4-szer választottak meg Amerika legjobb távolvíjászának. És azt gondolom, amire talán a legjobb büszkébb vagyok arra, hogy a fiam, a családom, a gyermekem is ugyanezen az úton jár. Úgy szoktam mondani, harcolok azért. Pénz, politika, intézmény nélkül. Harcolni a múlt tiszteletért. Harcolni a zászlón becsületért. Harcolni a gyermekeink jövőjére. Alkas harcával. Amikor az elején voltam az íjászatomnak úgymond, akkor nagyon közeli célokra versenyeztem és lőttem. Tehát megtanultam nagyon közelre lőni. Egy múlt világából hagyd mutassak meg nektek egy pár lövést, ami gyakorlatilag közeli célpontokon való küzdelmemet mutatja. Úgy hívom ezt réges-régen. Egy kötéllövés látok most, hogy nevezzük biztonsági kötél. Biztonsági lövés. Az íjászat nagyon egyszerű dolog. Csak azt a nyilvesszőt szabad az útjára bocsántani, amivel tudjuk, hogy eltaláljuk a célt. Ha kétséged van abban, hogy eltalálod, az ki se lőd. Ennyire egyszerű az egész. Átérezni azt, hogy a cél ott van előtted. Átérezni a célt, hogy nem tud elmenekülni előled. És amikor ott érzed a nyilvessződ előtt, 1-2 méterre tőled, akkor biztonságos helyre kerültél a tudatban. Tudod, hogy a cél is te vagy, és senki más. És amikor érzed, hogy eltalálod, akkor kell elengedni azt a nyilvessződ. Minden figyelemnek a cél és közötted kell lenni. Megosztás nem lehet. Most a fiamat azért küldtem el pont, hogy a harmadik nyilvesszőnek a színe, a Nokia-nak a színe és a tollazata nem olyan színű, mint a többi. A fekete nyilvesszők előttem. Azért, hogy a tudatomat ne ossza meg, és ne azon gondolkozzon az agyam, hogy vajon ez ugyanolyan nyilvessző, vajon ez ugyanolyan jó nyilvessző, ezért
visszakérem azt a nyilvesszőt, és azzal fogok lőni. Ez a kötéllövés, azt gondolom minden versenyen, versenyzők nagyon sokszor megpróbálkozhatnak vele versenyen. Háromból egyszer szerintem mindenki eltalálja. Háromból kétszer, picit nehezen. Háromból háromszor, elég nehéz azt gondolom. Jön a harmadik lövés. Fel sem emelem az íjat, mert nem érzem a célt. Míg nem érzem, míg nem vagyok kész, hogy eltaláljam. Addig várok, míg megérzem, hogy ott van. Megérzem a lehetőségét, a teljes bizonyságnak a lehetőséget. És amikor tudom, hogy ott van a cél, akkor felemel az íjat, és szétlőzöm. Ez volt a múlt világának egy kis lövés bemutatója, úgymond. Amikor elindultam a zászlón becsülté harcolni, akkor világversenyeken kellett megérkőznöm bárkivel. Magyarországon azt láttam, hogyha Magyarországon versenyzek, egy győzök, akkor adott esetben irigységet szül, hogy mérő. És ezért mentem el innen. Tehát én nem olyan embereket szeretnék, akik egymás ellen versenyeznek, én magyar embereket szeretnék, akik büszkén megmutatják világversenyeken a nemzeteknek, népeknek, hogy együtt erősek vagyunk. Én ezért mentem el Magyarországról. 2008 óta nem versenyeztem Magyarországon. Amikor világversenyeken lövök, akkor ugye le kell győznöm mindenkit. Általában egy-egy versenyen 500, 800 vagy 1000 lövő ellen kell harcolnom. Törökország a legjellemzőbb harci íjászatnak a fellegvára, nevezik úgy keleten, ami arra jellemző, hogy tényleg harcosok. Tehát semmiféle szabályok, úgymond egy bizonyos szabályokon belül nem kötik továbbá őket. És ők mindig le akarnak győzni bennünket. Azt is megtapasztaltam többször már, hogyha egy bolgár, egy szlovák, vagy bármilyen zászló van a török zászló előtt, az annyira nem bántja őket, mint egy magyar zászló van előtte. Hát én megtanítottam nekik. Nagyon sokszor. Négyszer nyertem Törökországban az Európai Bajnokok címet. És amikor, ahogy mondtam nektek, minden nap 500 lövés a felkészülésen, vagy versenyek előtt az utolsó 2-3 hétben minden nap 1000 lövés, akkor azok a szenvedések, pillanatképek, amik végigkísérlik a felkészülés, tehát, ami a felkészüléseket jellemzi, az a szenvedés, az a gyötrelem, esik az eső, fúj a szél, süt a nap, széttörik a nyilvessző, átlövöd a kezedet, szétszakadnak az inszalagai, az minden tovább tűnik, amikor odaállsz és győztesként megmutatod az ászlót. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy elégtételt szeretnék venni a nagy történelmi népek fölött a múlt sérelmeiért, békében, barátságban, a kilőtt nyilvasszél. Az én világom erről szól. Az a világ, aminek az ajtaját most kinyitottam nektek, erről szól. Amikor versenyre megyek, akkor van jogcímem, hogy győztem, megmutassam a zászlót. De hogy tudtam, vagy hogy tudjam máskor is, nem csak versenyeken felhívni a világ figyelmét a kilőtt nyilvesszőimmel a magyarság a küzdeni akarásunkra. És... Ez őszinte volt. És akkor elgondoltam azt, hogy bástyalövésekkel, azaz odállni egy bástya fokára, és ellőni a józanész határán túlra, a józanész határán a kisebb célpontra, úgy is lehet. És innen születtek a bástyalövések. Ugye a nagy történelmi harcegnek a színhelye a bástyáink voltak, a váraink voltak. És innentől kezdve végig szeretném járni nagyon sok bástyának a fokát, és kirakni egy-egy lehetetlen lövésmóddal, vagy egy lehetetlen lövésmóddal megmutatni egy távoli célnak a eltalálását az emberek számára. Most elviszlek benneteket ebbe a világba, a harci céllövészet és a harci távlövészet világába pár perc elejéig. Gyertek velem most. Megmutatom azt a harci távlövészetet, ami
minél messzebb a lövés jelenti. Megmutatom nektek azt a céllövészetet, amikor adott esetben egy kicsi célpontot, mondjuk 70-80 méterre le kell találni, vagy több száz méterről mondjuk egy almát. Köszönöm szépen. Akkor gyertek vele most újra. Hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ahogy mondtam nektek, életem lényege, hogy harcolhassak a zászlónkért, és megmutathassam ezt a zászlót a győztes során. Több mint 300 éjem van, hiszen ezeket magam készítem. És mindig olyan íjakat készítek, ami az adott versenynek az adott győzelméhez számít. Elhíresült rólam az a mondás, hogy kétszer nem ölök ugyanaz az íja. És valóban, kétszer nem ölök ugyanaz az íja. Mindig adott célnak, adott távolságnak egy másik íjat készítek. Ha egy íjam győzött és legyőzött mindenkit a világon, akkor megadom neki a legyőzhetetlenség reményét. Felkerül a győztesek falára. Ő már életre halált harcolt a magyarságért, ezért helyette egy másik íjat fog majd használni. Ahogy mondtam, Kínától Mongóliáig, Törökországtól Amerikáig farkasnak, szürke farkasnak vagy fehér farkasnak hívták. A mongol farkasvadászok azt mondták, amikor elneveztek rá, hogy amikor lőttem a 653 métert az olyan bizonyos Iszukei mezején, akkor azt a harcot, azt a lángot látták a szemembe, azt a küzdelmet látták ezek a mongol harcosok, amit egy farkas vadászatakor, farkas harcokon láttak. És innen kaptam meg ezt a nevet. És ez számomra nagyon megtiszteltető. A célom, hogy látjátok, 500 méterre vannak is, embernagyságúak. Ez például Kassai-Lajos földjén van, a völgyben vagyunk itt. Ez 200 méter egy embernagyságú cél. Erre is ugyanaz igaz, mint a közeli célokra. Csak azt a nyilván szűzszel, de engedni, mivel tudjuk, hogy eltálljuk a célt. Általában ezek az íjak, mondjuk 80 font alatt nem lövök. 80, 100, 130, 150 font volt a legerősebb, amit világversenyen használtam. Most itt egy olyan helyre visznek el benneteket, amelyik egy Mongólia talán egyik legjobb íjásza, Nadám lövője ellen, négyszer nyerte meg a nemzetének a nagy íját, 600 lövőt kell legyőznie. 40 lövés és egy 8 centis kis kosárka, kis pohárka van a főben, 75 méterre. Ez a harcos 40-ből 38-szor eltalálja a célt. Ez a 39. lövésnél járunk. 39 lövésnél vagyunk most. Előtt a szél. Itt már az érzelmek harcáról van szó. Amíg felkészülsz egy versenyre, addig birtokába lesz a tudásnak. A verseny mindig egy színjáték. Színjáték annak a felkészülés színjátéka. Mert ha már a véredben van, a porcikáidban van a lövés, akkor az, vagy csak egy dolog. Addig kell megszerzni a tudást. Most jön a 40. lövés. Én mindig úgy harcolok, hogy az ellenfelem féljenek. Lássák, hogy nincs félelem a szemedben. Látják, hogy nem remeg meg a kezed. És nézzétek! A 40. lövés. Istenem. 40-ből 38-szor eltalálja, és megremegett. Megremegett a kezem. És ilyenkor, ha harcolsz valaki ellen, a zászlódért, akkor könyörtelennek ellened. Itt van az esélyed, erre vártál, ezért lőttél naponta ezzel, ezért jöttél ide. És ilyenkor megint csak te vagy, és a cél, és senki más. Minden letett nyilvesszűnek lényege van, minden helynek, minden porcikája, minden idegszálom azért van, hogy egy higgadságban, egy nyugodtságban maradja, és csak a célt akarom keresni. És akkor kell megkeresni a tudatomban a célt. A 40. És nem hibázhatsz. És a te kezedet nem fogja senki. És mindig úgy kell lőnöd, hogy mindig téged akarnak legyőzni. Ez nagyon nehéz. És jön a nyilván.
basszus. És nem lehet megállítani. Mert nem lehet a magyarokat legyőzni. Mert itt vagyunk 1000 év után is, vagy több 1000 év után is. Ötszörös világbajnok, 20-szoros világrekorder, 3-szoros Eurázsia bajnok harci így céllövő. Volt már szó egyébként róla. Egy bástyalövés következik. A zászlónál van a cél. Egy 1 méteres cél. Méter távolságban lévő célra adott le 15 lövést ezzel az ország és egyben véletlenül a világ legpontosabban leadott távolsági íjlövésének rekordját állította fel. Igen. A kérdés nagyon egyszerű, hány szóból állt ez a mondat? Nem? Folytatom. Célba lövéseit a füzéri vár alsó bástya panoráma teraszának mellékén térdelve a homlokoldali első és második ágyúfészek között a mellvéd fal tetejéről adta le. A cél pedig a füzéri templomkertben felállított festett karó volt, amely körül a talajon egy céltábla került letűzésre. Most jön a kérdés, a rekordot érő lövése hány centiméter pontossággal talált célba? 315 méterre vagyunk. Az utolsó lövésem. Ez a lövés vágatlanul van. Repül a nyilvessző. Még mindig repül a nyilvessző. Mit mondtam? 13. A 420. 7 centiméter. Több vagy kevesebb? Több. méterről lőtt. Egy íjjal. A farkas. Még akár egy széllökés is, vagy egy madár arra megy, akkor is egy picit arra megy azért egy ilyen ívesző. Így is 68 cm pontossággal talált célba Mónus József. 68 cm találtam a közepét a célnak. 15-öt lőttem, 7 darab 4 méteren belül volt, 3 darab 2 méteren belül volt, 1 méter 20-on volt egy nyilvessző, és 68 cm volt a közepénél az utolsó nyilvessző. Mindjárt megmutatom a lőképet lelszől, nézzétek meg. Odáll a húst. 68 cm a közepén. És visszafelé is nézzük meg, hogy látszik, hát ott vannak a nyilvessző. Most elviszlek benneteket Sümegre, a sümegi bástyalövés színhelyén. Ez volt a füzéri bástyalövés. 200 méterre van a vár fokától, a bástyától van 200 méterre tűzből. Kedves vendégek! A világon elsőként láthatják önök most az úgynevezett sümegi bástyalövést. Egy rendkívüli lövést, egy rendkívüli távolságból, egy rendkívüli lövést. Mórus József, a farkas következik. Ma itt van Sümegen, és egy lélegzetelállító és nehéz lövést mutat meg most önöknek. Teszi most. Teszi ezt ifjú Papinre, a sümegi vár örökös kapitányának. Továbbá a farkas kilő nyilvesszői az egykori várvédő harcosaik emlékére tiszteletére repülnek céljuk felé. A harcosok emlékére, akik életüket adták egykori elveikért, nemzetünkért, a zászló becsületéért. Józanész határánál túlra kell lőni, a Józanész határánál kisebb csoportban. Ezt a kiterével lehet csak hazudni eltalálni. Ezek lőhetetlen távolságok, mint puskával is, nincs rajta távcsél, azt gondolom. És régen a harcosaink a csatár terében nyilván ennek a többszörösére voltak képesek. Hogy sokkal erősebbek voltak, sokkal kitartóbbak voltak, sokkal céltudatosabbak voltak, sokkal nagyszerűbb emberek voltak. Ők az életükkel harcoltak, hogy ma itt például ezt az előadását tartassam. Mindenki ők nyilvasszul ezeknek a harcosoknak a tiszteletére, nevesés névtelen embereinknek a tiszteletére repülnek a céljuk felé, hogy valóban megemlékezzünk a múltról, és ha most bennünket érznek, akkor jogos szívvel nyugtáztassák azt, hogy igen, megérte harcolni. Én ezt szeretném. Kétszáz méterre, harci nyilvesszőkkel, emberek házak, autók közé, próbalövések nélkül.
a zöld pálma következik. Nyáltalában a várba, és itt a küzdőtéren visszanézte a bástára. És akkor megfogadtam egyszerű visszajött ide, és megadott, hogy 2016-ban, vagy 2010-ben ráülhettem erre a célra, a múltiszteletére. És tisztelek legyünk, egy észrevenságú csúcsot rakunk ki, egy tarvószka. 20.000-1500 ember, egy vásárban, egy összejöttene fesztiválban, és akkor az emberek közé egy 5 méter szögműtes csületet születtünk, és akkor jöttem egy csületet. Gyertek fel a most nagy Ázsonyba. A baloldali bársa. Esküszünk a nemzet magyar istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza, büszke szemmel Nimród király fényét az égen győzi. És most elviszem benneteket Egerbe, az egyik vásárlást. Ha hallottátok, lehet, hogy nem láttátok. Gyertek fel most Egerbe. A lényeg az, hogy maga módján a kirőtt nyilvesszínnel kell, úgymond több történelmet írnom, és a világnak a figyelmét felhívni, hogy a magyarság a mai napig létezik és van. És nekünk föl kell hívni mindenkinek a maga módján a figyelmet arra, hogy valamikor ezen a földön ennél a bástyának a árnyékában rengeteg ember meghalt, neves is névtelen hős, hogy apélő ezt a beszélgetést, vagy a hónap lévés megtehessünk. Tehát róluk kell emlékezni valójában. Mit gondolsz a hónapi lévésről? Nagyon nehéz az azonban. Túl sok teher kezdve a lábamban jönni. Legfontosabb az, hogy hónap el kell találjam a célt. Azt gondolom, hogy annyi ember kiárt érte, hogy ez a lövés megvalósulhasson. Ilyen szinten egy elég nehéz feladatra vállalkoztam. Én az első nyilvesszővel szeretném átlőni a célt. A cél 180 méteren egy ágyúgyó tartó török harcos lesz, akit szeretnénk úgymond megsemmisíteni. Egy pár harcot fognak majd látni a nézők, amikor egy vára meredő ágyúból az ellenfeleink rálőnek a vára, a védőkre, és a védő pedig egy íjjal visszaválaszol. Mikor fog sikerülni az elülés, mondjuk elsőre? Szerintem akkor, hogyha minden külső körülményt tudok kapcsolni, és magukban csak én leszek is a cél, és senki más. Ez a világ, ez megteremtődik ott, és akkor 15:52 perc fog volna, akkor sikerülni kell neki. Mennyire bízok abban, hogy sikerül? Akaratoknak az ő szívüknek a vágyát fogja Jóska holnap ezzel teljesíteni. Nagyon sok nagyszerű barátja van, az egyiket ki kell emelnem, Gassai Lajost, és példát kell vele mutatnom, mivel ő is íjász, és lám-lám íjász és íjász között is lehet önzetlen tisztelet, ami kettőjük között mindig megvalósult, pedig ők valahol a világ két legnagyobb íjásza. Gassai Lajos a világ legnagyobb íjásza, Jóska pedig a világ legnagyobb céltávlövő Marci íjásza.
egymásra vetve segítik, biztatják, nem irigykednek egymás ellen. Lajos felhívta Jóskát és közölte, hogy holnap szurkol neki, gondolatban vele lesz, és meglátja, hogy minden jól fog sikerülni. És ezt azt kell mondanom, hogy szerintem ők azért a világ legnagyobb íjászai, azért tudnak a világ legnagyobb íjászai lenni, mert nincs a szívükben irigység, mert egymásnak hű barátai. Csak rólunk mesél, rólunk szól. A cél körülbelül 180 méteren lesz, ez a dobótér közepének mondható. A legfőbb cél ezen a ágyúgolyó cipelő török harcos lesz. Ő lett a közepének a képnek. A média megtámadott, és mindenféle mondva csinált dologgal, azt sejtették, hogy ez egy veszélyes lövés. Ezért egy fogalövést lőttem reggel 4 órakor hajnalban vagyunk. Most gyertetek velem a másodokra. Egy kék lőhegység vár, ha tömlötsz még, és barlang zár, elmúlt az ég, és hív a fény, mely majd elég, és kincset tár, az erdő felhív. Acsaj! Mit szóltok hozzá? Ezen a napon hajnalban reggel egy farkas üvöltésre. Könnyed ilyet meg tud valósítani, és el tudja lőni erről távolságban a célt. Hiszen többször megmutatja a világnak, hogy nemzetközi versenyeken, külföldi nagy megmérettetéseken ő ennek többszörösét képes szintén sikeresen végülni. Annak idején, amikor dobról megmutatta töröknek a koporsót, most megmutatom a célnak, a küzdelemnek a villanat. A cél 180 méteren van a dobószobor mögött. A dobóteret lezárták, és több ezer ember van most, mint megérve ezt a lövést. Nagyon nehéz azt gondolom, olyan körülmények között lőni, amikor az összes tévé, Hír TV, ATV TV-ket jelentünk sorolhatnám, ott van egy étterem belül, és mindenki azt várja, hogy eltalálja egy ember. Ilyen körülmények között azt gondolhatnánk, hogy nagyon nehéz a lövés. Mégis, amire kértem a Jóisten, hogy amikor fölveszek a bástán, akkor csak én legyek és a cél, és az megvalósult. Minden megszűnt, csak a célt láttam, és tudtam, hogy meg kell tennem. És nem hibázhatok, és nem elmentek meg a kezem. Egy pár harcot látunk, ahogy egy ágyúkezelő, az török harcos, mondjuk megtámadja a várat, és addig-addig nem ülnek a harcosaink, a várvédők rájuk, amíg közelebb-közelebb hozzák az ágyúkat. És amikor kell, akkor odaálltak és szétlőtték a szél. Tehát a teljesen biztos vagyok. Annak idején, amikor Zényi neki ment a töröknek, felvette a legszebb ruháját, legszebb kardjaikkal mentek neki. Én is felvettem a legszebb ruhámat, és neki mentem a multiszpertéhez. Azt mondta ott az embereknek, Eger annak idején a magyarságot, Magyarországot jelentette. Hát itt is a magyarságot jelenti ez a lövés számomra. Kértem egy nyilvesszőt, és az első nyilvesszővel volt az ágyi mellett egy lőkoros forgó. Arra céloztam. Az első lövés egy méterre volt az ágyú, ettől a lőkoros fordítva. Mikor megvolt a távolság, tudtam, hogy tényleg ott van, ahol akarom, akkor jön a második lövés. Most ezt a lövést láttátok. Összesen kettőt lőttem a célra. Halálos ítélet, a haza nem alakul! Meleket maradunk minden rosszban!
szépen kívántad. Itt a múltunk kötelezel a lövésre, és egyedül után is a cél, és hallottam magamban ezt az estét, az esti szövegét. A nyilvasszőn megállíthatatlan, elindult a célja felé. Hirdetve a magyarságunkat, a büszkeségünket, a harcolni az élnyakarásunkat. Előni a hitünk elejével. Túlmutatni bármilyen. Túlmutatni, ami a legszentebb számunkra. A múlt tisztelete, a legszentebb tisztelete. Amikor azt mondtam, hogy kerestem valami jót, amikor nem csak versenyeken, de felhívhatom a világ figyelmét a harcosságunkra, a közbe akarásunkra. És innen jöttek a bástörövések. És valóban talán egy bástörövés sokkal nehezebb, mint egy verseny. Ezek a bástörövések valóban emberek közelében, de mégis nagy biztonságos zónán kívül, vagy biztonságban lévő emberek felé irányulunk. Azaz én nem ülnék egy nyilvesztőt sem úgy, hogyha azt gondolnám, hogy beszélgethetek alakot. Nem tudnám elülni ezt a nyilvesztőt. Erre szoktam azt mondani, az én dolgom nagyon egyszerű ma, hiszen az én céljaim azok nem ülnek vissza. A múlt harcosainak pedig a céljaim igenis visszalőttek.